Jó napot kívánunk! Szerencsés vasárnapot! Húsvét, vasárnap is élőadásban sorsoljuk a hatos lottó nyerőszámait itt a Duna műsorán. 5 héttel telt játékunk utolsó teli találata óta, reméljük, hogy a mai ünnep és a jó idő meghozza majd a várva várt teli találatot. Lili, mennyi a főnyereményünk ezen a héten? A 13. játék héten a várható főnyeremény közel 800 millió, egészen pontosan 780 millió forint. Ezt a hatalmas összeget lottózóban, interneten vagy akár mobil alkalmazáson keresztül szelvényeikkel is megnyerhetik. Sok szerencsét kívánok hozzá! Szabályaink nem változtak, ez alkalommal sem kezdhetjük el a sorsolást a Szerencsejáték ZRT sorsolási bizottsága nélkül, akik azért vannak itt, hogy most is minden szabályos legyen. Cétényi Diana az elnök és dr. Német Attila a közjegyző. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Minden készen áll, kezdjünk! Nézzük, melyik lesz az első nyerőszám. Már itt is van, ez a 29-es. Holnap kezdődik a szokásos húsvéti locsolkodás. A hímes tojások már készülnek, a húsvéti sonkát is gondolom már megkóstolták mindenhol. Mi hoztunk pár érdekes, szerencséhez kapcsolódó húsvéti szokást a nagyvilágból, addig is viszont jöjjön a második nyerőszám. Második nyerőszám is itt van, ez a 42-es. Svédországban és Finnországban például a húsvéti boszorkányok hagyománya létezik. Húsvét előtt a gyerekek boszorkány jelmezve bújva járnak házról házra, és jó kívánságokat mondanak, a házban lakók pedig édességet vagy pénzt adnak nekik szerencsehozó ajándékként. Most következzen a harmadik nyerőszám. És a harmadik nyerőszám nem más, mint stílusosan a hármas. Ausztráliában húsvét hétfőn olyan futóversenyt rendeznek, ahol a résztvevők nyuszi jelmezben futnak. A fődíj nyertes az első beérkező lesz, az ő szerencséjét pedig meghozza ez a nyeremény. Most folytassuk a negyedik nyerőszámmal. A negyedik nyerőszám is megérkezett, ez a 38-as. Svájcban is létezik egy érdekes húsvéti szokás, ami a húsvéti tojásokhoz kapcsolódik. Ezeket az emberek hagyományosan eltárolják, elteszik egy dobozba vagy tartóba, és amelyik tojás a legtovább marad érintetlenül, azhoz szerencsét és jó egészséget a családnak. Most derítsük ki az ötödik nyerőszámot. A hatos lottó ötödik nyerőszáma, íme a 9-es. Lili, úgy tudom, hogy a te kedvenc húsvéti szokásod a német nyelvterülethez kötődik. Így bizony, Ausztriában és Németországban az ott lakók tojásokat gurítanak le a domboldalon, akinek a legmesszebb gurul a tojása, annak szerencsés lesz az éve. Most jöjjön az utolsó nyerőszám. A hatos lottó 780 millió forintot érő sorozatának hatodik nyerőszáma a 27-es. Most nézzük meg a 13. heti nyerőszámokat emelkedő szám sorrendben. 3-as, 9-es, 27-es, 29-es, 38-as és a 42-es. Felhívjuk játékosaink figyelmét, hogy a Szerencsejáték ZRT játékoskártyájának online vagy értékesítőhelyen történő kiváltásával több hasznos funkció, kényelmi és biztonsági szolgáltatás igénybevételére van lehetőségük, és értesülhetnek az aktuális ajánlatokról. Játékoskártyáról és a regisztrációs lehetőségekről a Szerencsejáték ZRT weboldalán és a lottózókban tájékozódhatnak. Most pedig következzen a nyertes kereső. Már itt is vannak a tájékoztató jellegű adatok a nyereményekről, nézzük meg az eredményeket. 3 találatos szelvényből 33.914 darab született, 2595 forintos nyereménnyel. 4 találatos szelvénye 2463 játékosunknak lett, ők 5880 forintot vihetnek haza. 5 találatnak 46 játékosunk körülhet 314.770 forinttal lettek gazdagabbak. De vajon teli találata lett-e valakinek húsvét vasárnap? Sajnos nem. Ez viszont azt jelenti, hogy a jövő heti várható főnyeremény itt a hatos lottó már 910 millió forint lesz. Ne feledjék, a Szerencsejáték ZRT továbbra is követhetik a közösségi oldalakon, a Facebookon és az Instagramon. Adásainkat újra megnézhetik a YouTube-on vagy a mediaclick.hu-n. Kedves nézőink, köszönjük figyelmüket! Viszontlátásra! Viszontlátásra!
A műsor támogatója a Roland Accessories, West End.